Na, hello Junge! Hát, mint látjátok, elég szépen megkapott a nap. Ez azért van, mert tegnap airsoftozni voltam. Hát 100 kilométerre tőlem kellett elmenjek kocsival, hogy találjak egy helyet, ahol airsoftozni lehet, viszont a pálya legalább nagyon kicsi volt, egy 50x50-es terület, de arra jó volt mindenképpen, hogy kicsit ezt az airsoft elvonási tüneteimet enyhítsem, és egy kicsit szétlövessem magam, meg hogy meglássam, mire is elég 50x50 méter, mert nekem már régi tervem az, hogy ugye egy kisebb pályát összehozzak. Itt nem volt nagyon szét építve az egész, úgy mint mondjuk a japánoknál, de mégis elég fedezék volt, hogy jól lehessen játszani, úgyhogy erről az élményről fogok nektek most beszélni. Hát, mint tudjátok, mostanában kim vagyok Ausztriában, és hát itt az Airsoft gyakorlatilag évtizedekkel van maradva hozzánk képest, ami a szervezést, illetve a játékosoknak a gyakorlottságát illeti. Ennek valószínűleg az az oka, hogy itt rengeteg lehetőség van mindenféle sportot űzni, rengeteg lehetőség van túrázni, mindenhol hegyek vannak, és az emberek igazán el tudják magukat foglalni. Ez a pálya is egy íjász pálya mellett van. Egyébként az íjász pálya nagyobb, mint maga az airsoft pálya, úgyhogy csoda, hogy itt is helyet kaptak az airsoftosok. Bár én szerintem nagyon jó lenne, hogy sokkal több pálya lenne Ausztriában, és ezért is csodálatra méltó, amit Novrics felépített, mert egy olyan helyről elindulni, ahol egyébként ennek semmilyen hagyománya nincsen, meg semmilyen infrastruktúrája, vagy nincs beépülve a hétköznapokba, még nehezebb lehetett, és szerintem ez mindenképpen le a kalap, hogy innen el tudjuk jutni odáig, ahol most tart. Én is egy Novrics SSR4-et kaptam bérfegyverképpen, és egyébként nagyon jól szuperált, jó be volt állítva a DOT is, a HOP is, bár a végére egy kicsit azért tudtam volna rajta állítani. Bár azt mondtam az legeslegelső videóban, mi erről a csatornán készült, hogy ez nem egy gameplay csatorna lesz, azt gondolom, hogy ugye elég sokat pofázok arról, hogy hogyan is kéne játszani, hát ez egy tökéletes hely arra, hogy megmutassam nektek, hogy én hogy játszok, és hogy mit is csinálok. A legjobb lenne mondjuk, hogyha lenne egy külső kamera is, és engem is felvenne, hogy legalább a saját is lássam, de hát ez jelenleg megvalósíthatatlan. Maga a játék magyar szemmel teljesen értelmezhetetlen volt. Tehát se egy feladat, se egy plusz játék, hanem semmi. Két hákúról elindultunk, spawn pontról, és lőttük egymást. Aztán térfélcsere. Aztán volt Juggernaut is. Majd teszem a képet, hogy milyen szép is a hátam, miután kb. Másfél méterről egy szaros minigunnal hármat belém engedett, pont a mellé. És egyébként is a pályán 1,64 zsúl volt megengedve. Ez azért is van, hogy az újonnan vásárolt fegyvereket ne kelljen már egyből berhelni, hanem lehessen velük játszani. Ugye a Novrisnál is azt hiszem 1,6 zsúlig vannak az új fegyverek, és hát itt ugye őt imádják szerintem, az ő népüknek a tagja. És elég szép kis találatokat sikerült beszednem, hát nem tudom most mennyire látszik itt a karamon, szerintem látszani fog. Hát ez csak egy a sok közül, amit sikerült összeszedni, illetve természetesen sikerült megint a maszk és a szemünk megé kapni egyet, mint minden játékom. Úgyhogy ezért is fogok majd venni egy normális maszkot, szerintem. Itt úgysem nagyon kell milszínbe öltözködni, mert nincs jelentőség a dresscode-nak. Volt egy srác, aki HP-ja volt még szerintem a seggébe is dugva, és rendkívül Gucci-nak igyekezett kinézni és úgy mozogni. De hogy a játék során láttam, ez kb. Ennyibe kiismerült. Illetve volt egy páros, ebben nagyon szép, meg ne öljetek, de én nem tudom, mi ez ez a kockás kamó, ami most újra divat, ez a ilyen Night, tököm tudja mi. Abba voltak költözve, és nagyon komolyan vették ők is magukat, kérdezték, hogy mióta játszok, mondtam nekik, hogy mondták 4 éve, már mondom, akkor toljuk együtt, mert akkor bíztam benne, hogy számítani lehet tőlük egy kicsit komolyabb mozgásra, hát nem. Szépen lemaradtak hátul, és onnan igyekeztek csipegetni. Magyarokkal mentem egyébként, 3 nagyon jó fej sráccal össze haverkodtunk, nagyon hamar egymásra hangolódtunk, mentek a hülye poénok, meg egymás férjének a szívása, és ez meg is mutatja, hogy milyen könnyen összebarátkoztunk, ami azért nem mindenkivel könnyű, de velük nagyon jól ment. A hármójuk közül egy emberrel sikerült egy oldalra kerülnem a játékon. Ő se az én stílusomat játsza,
a saját elmondása szerint csak szórakozni megy ki a pályára, úgyhogy nekem is ehhez kicsit majd alkalmazkodnom kell, ha velük akarjuk együtt nyomni menni, akarunk majd Bécsbe, meg Tirolba, meg ilyen helyekre, majd beülünk egy kocsiba, aztán elkocsikázunk, mert Salzburg környékén sajnos nincsen semmi. De azt hiszem, hogy hosszú távon együtt tudunk majd játszani normálisan, aztán hát, ha sikerül még csiszolgatni is kicsit rajtuk, ha igényük lesz rá, ha meg nem, akkor játszunk úgy, ahogy sikerül, akkor legalább az én egyéni képességeim is fejlődnek, mert magamra leszek utalva, igazából nem görcsölök rá erre, hála Istennek a hálági dübörő, most legutóbb, pontosan azon a napon, tegnap, amikor én játszani voltam, ők a Civis Airsoftnak a Spartan Challenge-én a harmadik helyet hozták el, nagy gratula innen nekik, és büszke vagyok rájuk, ahogy Ádámékra is, akik szintén a mi körünkbe tartoznak, és elhozták a első helyet. Ott volt még egyébként az Arénának a csapata is, és ők lettek a másodikak. Egyébként nagyon szoros volt az első három hely, mutatja azt, hogy a mi csapatunknak valami 1200 körül volt pontja, 6 ponttal maradtak le a második helytől, meg valami 20-szal az elsőről, nem tudom. De nagyon-nagyon szoros volt, és nagyon élvezték a srácok, ahogy elmondták. De hát ezek most nekem kimaradnak. Nekem marad az 50 méteres pálya 100 kilométerre, de nem panaszkodok, mert tökéletes arra, hogy a saját képességeimet fejleszem, a saját szintemet növeljem, hogy végre én is tudjak fejlődni, mert tudjátok, hogy az utóbbi időben szinte csak tréningek tartásával, meg szervezéssel tudtam foglalkozni, egy-két játékra tudtam elmenni, és most egy kicsit magammal foglalkozhatok, és ez nagyon jó. De nem tudtam annyit játszani, mint szerettem volna, és érzem a hiányát ennek, annak ellenére, hogy most azért eléggé jól tolt, sikerült tolni, de nem tudom, hogy ez következőre is így lesz-e, vagy csak nem tudom, a meleg miatt, vagy a franc tudja, vagy azért, mert a magyar környezetben szocializálódtam, és az kicsivel lehet előrébb tart, mint itt. Remélhetőleg így, gameplay videók is ilyen fragporn jelleggel fel fognak kerülni a csatornára, próbálom majd ezt is kicsit olyan edukációs jellegűvé tenni, elmagyarázom, hogy mire figyeltem, mit rontottam el, stb. Ez még a jövő zenéje, nem tudom, hogy fog alakulni ez a dolog, de mindenképpen szeretném valami ilyen tartalom is, talán hoz az is pár feliratkozót, mert már csak 9 feliratkozó kell az 1000-hez, és akkor ünnep, meg minden, és akkor onnan lehet még tovább menni, mert ugye vidéki men Baresz már 20 000 felett tart, és ahhoz képest én még sehol nem vagyok, szerintem nem is leszek egyébként, de örülök az ő sikerének is, mert egy nagyon jó fejsrác. Úgyhogy igazából most csak ennyi egy kis bejelentkezés Ausztriából, remélem, hogy sikerül aktív airsoftos életet folytatnom, és hogy otthon is minden jól alakul a kis közösséggel, és hogy ott is tudunk fejlődni, viszont közben itt nekem mindig jár az agyam, remélem jövőre egy újabb projektbe bele tudok kezdeni, a magyar airsoft újabb fejlődése érdekében, meglátjuk, mire lesz elég a saját energiám, illetve bízok benne, hogy már a HLG-től is fog segítséget kapni, és hogy sikerül egy országos szintű kezdeményezést megvalósítani, vagy akár többet is. Mára ennyi, ez csak egy ilyen kis rövid pofázós videó volt. Itt nem annyira ment, de ti azért sose felejtsétek el a tűzés mozgást. Sziasztok! Ja, igen, ugye a végére még annyi, hogy a videók hétfőnként fognak kijönni péntek helyett, mert egyszerűen nem biztos, hogy péntekre kész vagyok a vágásokkal, meg magával a felvétellel sem, viszont ott a hétvége lesz időm megcsinálni a videókat, úgyhogy minden hétfőn jön majd az új videó. Tartsatok ki!